mindig öröm a Tiszavasvári Városi Televízió számára, hogyha pályázatról, projektekről beszélgethetünk. Ez most lezárult, ami most éppen itt vagyunk. Ez egy sikeres nyertes pályázat volt. Tulajdonképpen mi is volt ez? Csikós László Nival beszélgetünk, mint projektvezető vagy projektmenedzser. Ez a pályázat a gyermekek és fiatalok közösségének és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatását támogatta a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és több mint 200 ezer forintot nyertünk nyári napközi megvalósítására itt Tiszavasváriban, a gyermekjóléti szolgálatnál. Nagyon szép a címe, jó hosszú, de valójában mit is takar ez? Kik vehettek részt ebben a pályázatban, és mit sikerült elérni? Helyi szinten a programban 20 általános iskolás korú gyermek vehetett részt, hátrányos helyzetű családból jövő gyerekek jöhettek el. Most ez mindig problémás, fixáljuk, tehát hátrányos helyzetű, de normális körülmények között élő gyerekekről van szó? Így van, természetesen. Igen, igen. És akkor mit csináltak, vagy mit csináltak ezek a gyerekek? Milyen eseményben vagy programban lehetett részük, amit esetleg más körülmények között ezt nem tették volna meg? Nagyon izgalmas volt a programsorozat. Kezdem a legegyszerűbbel, aminek nem annyira örültek, reggeli tornával indítottunk minden nap. Nem bentlakásos volt? Nem, napközi. Délután 4:30-kor hazamentek innen a gyerekek, és reggel 7:30-tól vehettek részt a programokon. 10 órai ebédet és uzsonnát biztosítottunk, illetve a programban bevontunk intézményeket, Tiszavasvári rendőrkapitányságot, a védőnői szolgálatot, voltunk múzeumlátogatáson, Nagyné Lakatos Éva pszichológus pedig önismereti tréninget tartott nekik, illetve volt táncház, itt volt Húri Zoltánné, ő kézműves foglalkozást vezetett nekik, úgyhogy... Gondolom akkor, de ezek a programok mind olyanok, amiben egyébként nem biztos, hogy részt vehettek volna. Hogyan láttad, mennyire élvezték, mennyire érezték jól magukat? Hát a visszajelzések alapján nagyon jól érezték magukat. Kevésnek találják ezt az 5 napot, de sajnos ebből az összegből csak ezt az 5 napot tudtuk biztosítani számukra. Nagyon szeretnék, illetve már a jövőről beszéltek, úgyhogy számítanak rá, hogy a következő nyáron folytatjuk, és ők megint részt vehetnek ezen a nyári napközén. Még annyit, hogy hogyan sikerült ezt a 20 gyereket kiválogatni, mi alapján szelektáltatok? Hát nem voltunk könnyű helyzetben, ugye, mert hogy a létszám az 20 fő, és úgy gondolkodtunk, itt a gyermekjóléti szolgálat szabadidős tevékenységet szervez, egy bizonyos Herkules klubot vezetünk, immár 16 éve a gyermekjóléti szolgálat, és az elsődleges tagok, ők voltak, akik ebben a klubban részt vesznek a tanév során, és ők hátrányos helyzetben élő családok gyermekei. Itt a Hősök úton szoktunk minden héten csütörtökön tanév idején találkozni, úgyhogy az alap ők voltak, illetve megkerestük az általános iskolákat, hogy nyújtsanak segítséget nekünk ebben, kiket ajánlanak, ki az, aki nem vett még részt más programon, nem is fog esetleg a nyáron, úgyhogy így. És a gyerekeknél most, hogy vége, tulajdonképpen, mert pillanatokon belül kezdődik a projekt zárása, hogyan tapasztaljátok, hogy adott nekik egy bizonyos lökést, tehát akár az életükben egy másfajta szemlélet, váltás jött létre, vagy az igényszintjük esetleg ezzel növekedett, pont azért, mert ezekben nem lehetett részük máskor? Érdekes volt ez alatt az 5 nap alatt megfigyelni azt a fajta változást a ragaszkodásban, a kötődésben, azt, hogy egymást elismerik, egymást segítik, barátságok szövődtek, illetve a felnőttekhez is olyan felnőttek és olyan viszonyba kerültek, hogy reggelente megölelték egy-egy kollégát, úgyhogy látszik az, hogy nagyon jól érezték itt magukat, egymással toleránsak voltak, segítették egymást, úgyhogy ez sokat jelentett, úgy látom ennek a 20 embernek, úgyhogy bízom benne, hogy bővülni fog a klub létszáma szeptembertől. Így a végén egy nagyon rövid értékelés, egy 2 szavas. Hát jövőre ugyanitt. Bízunk benne. Jó, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatása IMG
14-15-276-os azonosító számú pályázaton nyertünk támogatást hátrányos helyzetű gyerekek nyári napközigényeinek szervezésére. Ennek a névadója, mottója ennek a napközinek az volt, hogy légy kicsit más, légy olyan, mint te. Én azt gondolom, hogy ennél találóbbat ki se találhattak volna a munkatársaink. Azt szerettük volna éreztetni minden kisiskolással, hogy nem másokhoz kell hasonlítaniuk, hanem a saját személyiségükre rátalálni. Mindenféle területet ötvözni próbáltak a programban. Ennek eredményeit itt az asztalon lehet látni, illetve most is folynak a kézműves foglalkozások. Én azt gondolom, hogy ezekben a kis emlékekben, élményekben, mert közös strandolás is volt, és a személyiségükben megerősödve tudnak ezek a gyerekek hazatérni most a napközi zárása alkalmából. És én nagyon bízom benne, hogy tudunk erre sort keríteni a következő évben is. Vannak olyan gyerekek, akik gyakorlatilag a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak szemelődnének fel. Az, hogy hátrányos helyzetű gyerek, az nagyon sok állampolgárnak egy ilyen fejületi tartalmat takar, pedig nem. Nagyon sok olyan család van, szerintem a legtöbben el sem tudják képzelni, akik igenis segítségre szorulnak, de a legtöbben beszélgeli, hogy anyagilag nem teheti meg, hogy gyermekének megfelelő nyári programot biztosítson. Nagyon sokan már évek óta nem tudnak elmenni nyaralni. Ebből a programból is sokkal több jelentkező lett volna, leginkább rászorulókat válogatták ki munkatársaink. Én meg szeretném köszönni ezúttal is a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetnek, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatását, hogy a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretében, Tiszavassáriban a résztvevő gyerekeknek kellemes és hasznos időtöltést tudtunk biztosítani, és nem utolsó sorban a kollégáinknak, akik időt és fáradtságot nem kímélve sütöttek, főztek, strandoltak és kézműveskedtek a gyerekekkel, illetve hát közvetlenebb kapcsolatot sikerült kialakítani. És mivel ezek a gyerekek általában különböző eljárások kapcsán munkájukhoz is kapcsolódnak, én azt gondolom, hogy a munkájukat is segíteni fogja ez a belsőséges kapcsolat. És én szeretném átadni a szót dr. Tudatának, a városunk polgármesterének, hogy ő is szóljon néhány szót a gyerekeknek. Köszönöm szépen intézményvezető asszonynak a dicsérő szavait, hát kedves gyerekek, kedves kollégák, és nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai zárónap alkalmából, hiszen egy pár város önkormányzata nevében. Én először azt hiszem, hogy kötelességem, hogy intézményvezető asszonynak, illetve a menedzsmentnek, az intézmény dolgozóinak gratuláljak el sikeres pályázat elkészítéséhez, és ahhoz, hogy ilyen szép, családias környezetben ezeknek a gyermekeknek felejthetetlen élményt adtatok, felejthetetlen élményt okoztatok. Én is bízom benne, hogy sikerrel fogjátok venni a következő évben, és a pályázati kihívást és hagyományt tudunk teremteni ezzel az egyhetes, kéthetes tábornak, közis tábornak az előkészítésével, elindításával. Valóban szerintem nagyon jól fogalmaztatták, hogy egy kicsit a mai világban van egy rossz kicsengése annak, hogyha valaki hátrányos helyzetű családból származik. Mindenképpen fontos is megjegyezni, hogy azért az itt lévő gyermeket nagyon-nagyon nehéz körülmények között nőttek fel, és talán az egyetlen kiutat, az egyetlen mencsvárat jelenti nekik azt, hogyha tényleg intézményi dolgozó segítetek nekik, és ezt is igyekeztek a normális életkörülményeket megteremteni az ő számukra. Úgy látom, ahogy körbementem, hogy valóban csodálatos dolgokat tudtok ezzel a pár nap alatt előkészíteni. Nagy örömmel mosolygós arcokat láttam, és azt hiszem, hogy azok az iparművészeti, képzőművészeti alkotások, amiket ezzel a pár nap alatt mindannyian közösen elkészítettünk a Várvég Múzeumban, hogy bármelyik vásáron, bármelyik piacon megállná a helyét, úgyhogy remélem, hogy a leendő művészeket látjuk most itt. Összetek is találkozhatunk veletek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, köszönöm a kollégáimnak is azt, hogy ennyire lelkesen
ekoszociális érzékenységről tettek sok feltanom bizonyságot, és bízom benne, hogy hasonló magasztalom a viszontlan vitát tudok folytatni, és jövőre esetleg fogunk tudni találkozni a sikeres pályázat keretében. Köszönöm szépen!